azonban nem szárnyakon való fellibbenést értek, mert a felemelkedés alkalmasint leszállást is jelenthet. Kós Károlyt hoznám példának, aki karrierje csúcsán fiatalemberként akkor, amikor Európa is ismerte már, az utolsó vonattal átment a leszakított Erdélybe. Megérkezett Sztánára, és attól kezdve nem a karrierje építésével foglalkozott, hanem a kalotaszegélyekkel. Őket tanított a fajültetésre, állattenyésztésre, szövésre, az élet különböző alapismereteire, majd könyveket írt, könyvkiadót hozott létre, politizált, mindig azt tette, amit kellett, mint egy leszálló csillag belevilágított a magyar sötétségbe. Ez így van. Tehát akkor igaziból egy Kós Károly féle csodálatos élet lehet a példa a felemelkedésre. A felemelkedésre. Miért ment haza? Miért ment haza? Amikor karrierje, ez a fiatalember karrierje csúcsán volt, és rosszul írtam a könyvben. Nem az utolsó vonattal, az utolsó mozdonnyal ment haza. Mert Kolozsvárra kissza kellett menni egy mozdonynak, és az a Varjúvárnál megállt vele. Aztán valahol furcsa, hogy is mondjam, az ilyen emberekkel annyi furcsaság történik. A sztánai házát Varjúvárnak keresztelte el. És amikor a házsongárdi temetőbe temették, és ment az ének, egyszer csak nem akarom eltúlozni, de körülbelül 60 varjú jelent meg a sír fölött a fákon, és óriási károgásba kezdtek. Eljöttek elbúcsúzni tőle. Furcsa emberekkel furcsa dolgok történnek. Elbúcsúzott tőle az állatvilág általa kitüntetett ága. Az embernek őszintén szólok, a kalotaszegi házak jutottak az eszébe, vagy nem is jutottak az eszébe. Az benne van az emberben, amit kézzel pláne lerajzolt és látott, az benne marad az emberben. Nem egyéne, nem egyenként, és nem, hanem úgy a summája valahogy annak, az eszenciája, a lelke, a szelleme. És azt az ember igyekezett aztán kifejezni az építészet eszközeivel. Anyagba és szerkezetbe, meg mindenbe. Ez másképp én nem tudom megmagyarázni. Nemrég olvastam Végalpár Sándor írását, mely Szvjatoszláv Richterről, a világ valaha élt egyik legnagyszerűbb zongoristájáról szól. Richter élete vége felé már nemigen vállalt nyugati fellépéseket, hanem elindult Oroszországban kelet felé, a sötét Ázsia kellős közepébe. Úttalan utakon vitték autóval, és lerobbant pianinókon zongorázott az ott élőknek. Nem egyszer saját kezüleg bütykölt meg lógóbeli zongorákat, hogy képes legyen azokat megszólaltatni. És így járt keresztül Kasul Ázsián, hogy az emberek ott is hallhassák a zenét. Ilyenkor mindig kottából játszott. Amikor megkérdezték tőle, hogy miért kottából, mester, akkor azt válaszolta, hogy én már túl vagyok az önkifejezésen, a pontos közvetítés a célom. Ő is tudta ugyanazt, amit Kós tudott. És ezt a közvetítést, ezt teszi szerintem maga is, amióta... Természetesen egy idő óta, igen. A 60-as években, ugye, amikor még a siócsárdát és egyebeket terveztem, akkor még nagyon fiatal voltam, 20 éves, úgyhogy akkor még az önkifejezésnek a kunsztja azért rajtam volt, de már a Sárospataki műfáznál már nem ez van. De hát eltelik 25 év addig. És vénül az ember gyereke, meg jobban megismeri a saját szakmáját, meg az embereket is. Minél jobb, közelebb kerül az ember a többihöz, annál inkább igaza van a Richternek, meg a Kósnak, meg a hozzá hasonlóknak. Miért Kodály mit csinált egy életen keresztül? A fantasztikus, szabad és egy erős individuum által körülzárt tehetséget arra fordított, hogy iskolákban kórusokat szervezzen, hogy ezekhez a kórusokhoz zeneműveket csináljon, és így tovább. Lemondott az úgynevezett nyugati művész ambíciókról. Bartók még nem.
De Bartók megtette azt, ugyanezt a gesztust azzal, hogy úttalan utakon. Vannak fényképek róla, hogy a lovaskocsi aljában ül, és csak a feje látszik ki, és megy valahonnan valahová. Mert a pentatóniában hallott meg valamit, hol? A népzenében. A bunkó parasztnak a zenéjében. Hát azon kívül pedig, hogy szól egy ilyen dal? Édesanyám is volt nékem, de már nincs. A tavasszal elsodort az árvíz. Hány hete, amióta halász, könnyeimtől még a vizet se látom. És így tovább, tudom még a többi verszakot is. Megnyílik egy világ Bartók előtt. Egy fantasztikus színvonalú költészet. Egy évszázadokon keresztül tartó, hihetetlen erő. És az a költészet ettől kezdve ugyancsak nem önkifejezés, hanem fenntartani egy szellemiséget. És ezt szolgálta Bartók, ilyen módon. És ezt szolgálta Kodály, és Kós, és Richter, és sorolhatnánk azokat az embereket, akik valóban rájöttek, hogy megszülettek, és mire való ez az élet. A primitív dologról beszélünk. Hát annál